Karca Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karca Televízió nézőit. Sajnos az elmúlt napok legfontosabb eseménye, hogy kitört a második orosz-ukrán háború, amely Magyarország szomszédságában, Ukrajnában zajlik. Képviselő úr, hogyan látja a háborúban résztvevő országoknak a helyzetét, és Magyarország hogyan tud segíteni, és miben? Hát, nagyon nehéz a helyzet, hiszen meg voltunk győződve, hogy akár egy, mint egy koronavírus járvány, az nem ütheti fel a fejét, hiszen egy gyarapodó Magyarországon jött a koronavírus járvány, cégek zártak be, nehéz volt a gazdasági helyzet, kezelte a kormány a koronavírus járványt, elsőként szereztünk be vakcinákat az egész Európai Unióba, és úgy tűnt, hogy sikeres kezelés mellett a gazdaságot is meg tudtuk védeni. És bíztunk benne, hogy amikor vége a koronavírus járványnak, akkor egy jobb időszak kezdődik, gazdaságilag is, az életünkben is, és hát minden okunk megvolt rá, hiszen januárban kijöttek az adatok, Magyarország a legnagyobb gazdasági növekedést tudta felmutatni az egész Európai Unióba, 7,1%-ot. Tehát minden okunk megvolt arra, hogy bizakodjunk, és bizakodva nézzünk a jövőbe. Erre kitört az orosz-ukrán háború, amely megint nagyon sok elképzelésünket, tervünket keresztül húz. Magyarországnak az az érdeke, a legfontosabb érdeke, hogy ne sodródjon bele ebbe a háborúba. Hiszen láthatjuk, hogy egyre jobban akár a harci cselekmények közelednek a magyar határhoz. Mi Ukrajnával határosak vagyunk, Kárpátalján több mint 150 ezer magyar él, tehát közel vagyunk az eseményekhez. Magyarországnak az az érdeke, hogy ne sodródjon bele ebbe a háborúba. Bármilyen hang, bármilyen politikus akár azt mondja, hogy katonát vagy fegyvert küldjünk Ukrajnába, Magyarországnak távol kellett tőle maradni. Az ellenzéki pártoknál, Márki-Zay Péternél volt egy ilyen elképzelés, hogy a NATO kéri akár katonát, akár fegyvert küldjünk, de azt látom, hogy a józanul gondolkozó magyarok azt mondják, hogy nekünk távol kell maradni ettől a konfliktustól. És a másik nagyon fontos dolog, hogy azok, akik szenvednek a háborúban, akik a háborút elviselik, szenvedők, civilek, nők, gyerekek, idősek, menekültek, azoknak kötelességünk segíteni. Hiszen nagyon sok ártatlan ember szenved ebbe a háborúban, nagyon sokan kénytelenek elhagyni az otthonukat, menekülni, és nekünk Magyarországon az a feladatunk, hogy ezeknek a menekülteknek segítsünk. És meg kell különböztetni azokat a úgynevezett menekülteket, amik nem menekültek, migránsok, akik a déli határnál több országon keresztül felnőtt, katonaviselt férfiak próbálnak útlevél nélkül betörni az országba, vagy azok a menekültek, akik anyák, gyerekek, nagymamák, családok, akik útlevéllel kivárják a sorukat, bejönnek Magyarországra, azoknak mindenképpen segíteni kell. Én az elmúlt napokban több ilyen akcióba vettem részt, hiszen vasárnap lementünk a határa, Beregsurányhoz, vittünk a református szeretetszolgálattal csomagokat, amiket összeállítottunk, élelmiszert, tartós élelmiszert, babatápszereket, higiéniás eszközöket és ruhákat. És hát tegnap előtt elindult a karcagi csapat is, amely szintén a határa ment, Tarpára, ott is ruhát, tartós élelmiszert, gyerekápolási és higiéniai felszereléseket vitt. Én azt gondolom, hogy példát mutatott ez az ország, példámutatóan megmozdult, és segítenek azoknak, akik bajban vannak. De Magyarország első érdeke az, hogy ne kerüljünk be ebbe a háborúba. És a másik nagyon fontos, hogy ebbe a háború gazdasági kárt okoz egész Európának és egész világnak. És igyekezni kell azon, és azt láttam, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a londoni tárgyalásán azt mondta, hogy arra is törekedni kell, hogy ne Magyarországgal fizetessék meg ennek a háborúnak az árát. Hiszen iszonyatos mértékben megemelkedik az energiahordozók ára, a kőolaj, a földgáz ára, meg fog emelkedni az élelmiszerek ára,
És Magyarországnak érdeke az, hogy folyamatosan kapjunk kőolajat, földgázt. Hiszen volt olyan ellenzéki politikus, aki azt mondta, hogy zárjuk el a gázt. Ha elzárjuk a gázt, akkor Magyarország, aki 80%-ba Oroszországból érkező gázzal fűt, nem tudjuk fűteni a lakásokat, nem tudunk, a családok nem tudnak főzni, és az ipar is leáll, hogyha elzárjuk a gázt. Tehát nekünk arra kell törekedni, hogy a háborúból kimaradjunk, és ne a magyarokkal fizetessék meg ennek a háborúnak az kárát, ne a háború költségeit a magyar állampolgárokkal fizetessék meg. Tehát nekünk ez a legfontosabb. Tart az országgyűlés tavaszi ülésszaka, melyek a legfontosabb kérdések most a parlamentben? Hát ez egy kicsit mindig csonka ülésszakot szokott lenni, hiszen a parlamenti választások előtt lévő tavaszi ülésszak egy mindig egy kicsit másabb, hiszen már kevesebb idő van a kampány miatt, de nagyon fontos dolgokat el kell dönteni, akár itt a háborús helyzet, a gazdasági helyzet miatt is. És hát e hét csütörtökön 10-én egy nagyon fontos választásra kerül sor, hiszen dönteni fogunk Áder János köztársasági elnök utódjáról, hiszen Áder János két cikluson keresztül volt köztársasági elnök, még mindig az, de a köztársasági elnök csak két cikluson keresztül vállalhatja ezt a feladatot, és új köztársasági elnököt fogunk választani, remélhetőleg április 10-én. És hát a Fidesznek a köztársasági elnök jelöltje, Novák Katalin, családokért felelős miniszterasszony. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, hiszen egy családos hölgy lehet Magyarország köztársasági elnöke, ami 1990 óta még ilyenre nem volt példa. És én örülök annak, hogy a nők egyre nagyobb szerepet vállalnak a magyar politikába, hiszen másabb az, hogyha egy bölcs asszony, egy bölcs nő dönt, hiszen a nők higgadtabbak akár az ilyen helyzetekben is, mint ez az orosz-ukrán háborús helyzet is. Nem sokkal a választások előtt vagyunk, néhány héttel. Képviselő úr, hogyan értékeli az eddigi kampányt? Én azt gondolom, hogy minden kampány más. Ez is másabb, hiszen nem volt arra példa, hogy akár az ellenzék miniszterelnök jelöltje nagyon sok társadalmi csoportot megbántson. Megbántson a vidékieket, a családokat, megbántson szavazó rétegeket. És hát nagyon veszélyesnek tartom azt, hogyha ilyen kiélezett helyzetben meggondolatlanul nyilatkozik valaki. Amikor egy ilyen kiélezett helyzetben akár egy rossz mondat, egy rossz szó, és akár belekeveredhetünk akár egy fegyveres konfliktusba is, amit minden magyar el akar kerülni, minden józanul gondolkodó magyar el akar kerülni. Hiszen, hogyha valaki azt mondja, hogy küldjünk katonákat Ukrajnába, vagy azt mondja, hogy szállítsunk fegyvereket Ukrajnába, akkor önkéntelenül ezekkel a lépésekkel belekeveredünk az orosz-ukrán háborúba. És Magyarországnak eleme érdeke, hogy ne legyen háborús konfliktus Magyarországon, és magyar katonáknak, magyar civileknek ne kelljen ezt elszenvedni. Tehát nagyon furcsa ez a kampány, hiszen az ellenzék miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter olyan felelőtlen kijelentéseket tesz, persze valamit mond, egy hét múlva pedig visszavonja, vagy azt mondja, hogy nem úgy mondta, de azt látom, hogy ilyen kampány még Magyarországon nem volt. És sokkal nagyobb a tétje ennek a választásnak, mint az elmúlt évtizedekben bármikor volt. Hiszen koronavírus járvány után vagyunk, háborús konfliktus van, egy nagy háborús konfliktus van mellettünk, tehát ilyenkor a józanul gondolkodó, a higgadtan gondolkodó politikusokra van szükség, hiszen Magyarország és a magyar nemzet léte is a tét. Térjünk át a térséget érintő kérdésekre. Nemrégiben került átadásra az M4-es autóút Abony és Törökszentmiklós közötti szakasza. Miért fontos a térség számára az a beruházás, és várható-e a folytatás? Hát egy nagy öröm számomra is, hiszen én a parlamentbe Budapestre járok, és a 4-esen járok, és hát élmény. Egy negyed órával már rövidebb az út a budapesti út, és ez is egy nagy öröm, hogy a szolnoki elkerülő szakasz két híddal, az Agyva híddal és a Tisza híddal megépült, és körülbelül egy ilyen 30 perc karcagról, mire fel tudunk menni a négy sávos négyesre, de annál nagyobb öröm, hogy ez az út folytatódik, hiszen Törökszentmiklós nyugatnál van, indul az építkezés nem soká Fegyvernek irányába, Fegyvernekről Kenderes, Kisújszállás és Karcag.
és belátható időn belül el fog ide érni Karcagra is. Ez a legnagyobb öröm. És látszik az, ahol négysávos autóút van, jobb a közlekedés. 1 óra 20 perc lesz Budapest Karcagtól, hogyha el fog ide érni, vagy akár 1 óra 10 perc is a közlekedés. Debrecenbe is be lehet érni egy bő 30 perc alatt, hogyha Püspökladány irányából jönni fog erre a 4-es. És látszik is, hogy ahol négysávos autóút van, ott a gazdasági beruházások, a gazdasági növekedés is rohamtempókba megindul. Fontos a négysávos út, de azt látom, hogy már a térségben is, itt Karcag környékén is, már a munkahelyteremtő beruházások, a nagy hozzáadott értékű beruházások egyre nagyobb számban vannak jelen. Karcagon is néhány éven belül, ha már nem most, a munkaerő hiány fog meglátszani, és én azt látom, hogy Karcag is jó irányban van. Ha ide fog érni a 4-es autóút néhány éven belül, akkor Karcag már úgy fogja várni, hogy egy fejlődő, dinamikus gazdaságú, kulturális és sporttéren kiemelkedő térségi központ lesz Karcag. Ha már képviselő úr Karcagot említette, akkor melyek a legfontosabb beruházások, fejlesztések, amelyek előttünk állnak? Hát jövő héten adjuk át a Penny logisztikai bázisát. Dupla akkora lesz a raktárkapacitás ennek a logisztikai bázisnak. Ha valaki a 4-es autóúton ott a Laktanya felé jár, akkor látja, hogy megépült a napelempark, fejlesztés alatt van a műanyagfeldolgozó, és hát napról napra egyre jobban épül a Agrosprintnek a telephelye egy 10 milliárd feletti beruházással. És hát ezek a munkahelyteremtő beruházások kisebb-nagyobbak is épülnek emellett, és hát Karcagon még nagyon sok beruházás, hiszen aki a városba közlekedik, látja, hogy a kerékpárutak újulnak meg, parkolók épülnek, le fogjuk tenni az alapkövét az új sportkomplexumnak, a focipályánál, ami nem csak egy focipálya, hanem egy multifunkcionális sportolásra alkalmas terület lesz. Meg fog indulni talán már jövő héten, vagy az utána való héten tovább indul a milánói pavilonnak az építése. Új ügyészség, bíróság fog épülni. Remélhetőleg ezek a fejlesztések olyan mértékűek lesznek, hogy néhány év múlva egy új Karcagot fogunk kapni, egy olyan új Karcagot, egy olyan új várost, ami megőrzi a régi értékeit, azokat a régi gazdag hagyományait, de mégis a 21. századnak megfelelő település lesz minden itt lakónak és minden ide jövőnek az örömére. És abba bízom, hogyha ilyen dinamikusan fejlődik Karcag, és jönnek a munkahelyek, akkor azok a fiatalok, akik máshol találtak boldogulást, azoknak is érdemes lesz Karcagra visszaköltözni, és minden karcagi fiatalnak itt megalapozni a jövőjét, hiszen Karcag egy dinamikusan fejlődő város. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!